Gyöngyösfaluban iskola viseli a nevét, Lukács házán pedig az óvoda falára tavaly került fel Tolnai Sándor emléktáblája. A település múltjában és jelenében is fontos szerepet tölt be a falu tudós szülöttének emléke, akinek munkássága bekerült a helyi értéktárba is. Azon a területen, a kutatások szerint azon a területen született, ahol ez az óvoda épület áll, tehát ez így egy jó egybeesés, és természetesen nevében egy utca, és a közösségi ház udvarán pedig az emlékparkban egy szobor is őrzi az emlékét. A megye állatorvosi kara 1992-től emlékezik születésnapján a hazai állatorvos képzés megalapítójának, Tolnai Sándornak munkásságára. Akkoriban a keleti marhavész veszélyeztette az állatállományt. Mindig újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdenünk, jellemzően, amit mi még talán egzotikus betegségeknek gondoltunk és véltünk, egyre inkább ugye az afrikai sertéspest is, a kéknyelvbetegség, amik hazánkban ismeretlenek voltak, egyrészt a kórokozókkal és a vírusok hát bizonyít vannak Európában. Az országos főállatorvos hangsúlyozta, az emlékülés jó alkalom arra, hogy a jelen feladatairól is szó essék. Beszélt a hazánkban is megjelenő afrikai sertéspestisről. És hogy ráirányítja a figyelmet egy hagyományos járványügyi feladatunkra, és ezen keresztül arra, hogy már nem csak ez a járványügyi feladat az, ami miatt az állatorvosi szolgálatot, az állatorvoslást fontosnak tartják az emberek, hanem az élelmiszer is. A Tolnai Sándornak köszönhető állatorvos képzés idén már a 233. tanévét kezdte meg újra önálló egyetemként. A képzés jelentősen átalakult, hiszen az élelmezést szolgáló állatok mellett a társ állatok gyógyítására egyre nagyobb az igény. A sertésnek az értéke x-ezer forint, és a meggyógyítása meg többszörösébe kerülne, hiszen az a sertés arra kerül, hogy majd levágásra, és az mi élelmezésünket szolgálja. Egy kutya, macska, lópraxisban itt a szeretet lép be, és családtagként minősül, ezért maga az orvosi képzés óriásit fejlődött. Elhangzott, az állatorvosi szakma, bár kitartást igényel, egyre népszerűbb, idén 6-szoros túljelentkezés volt az egyetemen. Vas megyében jelenleg 60 körüli a hatósági és magánpraxisokban dolgozó állatorvosok száma.